Ezen a zsinóra rögök, Steve. Mi ez az én? Ezzel vezetjük az adást, nem? Tehát, hogy itt megy a hang, hogy itt tehetessék. Azon gondolkodtam egyébként, hogy oké, hogy elmúlt Mikulás, és van nekünk ilyen Mikulás sapka itt valahol a logóban, de az maradjon karácsonyig? Szerintem, hogy az egész december ilyen, nem? Egy kicsit, tehát, hogy ilyen Mikulás feelingben van meg, de csomó helyen már így kavarodik, nem? Tehát, hogy mit tudom én, állítólag nyugatabbra tőlünk a télapóz az ajándékukat, nem? Tehát nem a Jézuska, meg ilyenek. Na mindegy, jó van az ott kinn a sarokban, az legalább mindenki tudja, hogy most már közeleg a karácsony, mert hát tényleg 2 hét nagyjából, ugye? Na hello, ez itt a Restart, én a Vendi vagyok, és ugye informatikázunk, picit csak itt az elején mindig így belelendülünk itt a dolgokba, a kollégákkal éppen itt a szünetben beszélgettünk egy pár dologról itt, például ilyenekről, meg arról, hogy miért kell nekem állandóan zsinórolunk, de ez a biztos, ez legalább nem merül le, max elszakad, például egy elrágulj a zsinort, és akkor nem lesz hangom. Tehát hangom van, reméljük képem is, és ti is néztek bennünket, képernyő alsó részén vannak a mi elérhetőségeink, ezeken keresztül ugye akár be is lehet ide hozzánk kapcsolódni a műsorba, és hozzá lehet szólni. Informatika ugye, hát meg ezzel kapcsolatos dolgok, amely most már inkább átmegy az ilyen okos kütyük világába, hiszen ennek a világát éljük. Sokan ezt zokon veszik, hogy miért nem a régi számítógépekről beszélgetünk, meg ilyesmi. Hát azért, mert nem nosztalgia műsort csinálunk. Az is néha szokott lenni persze, hogyha megemlékezünk valamiről, mert valaminek az évfordulója van. De azért leginkább mostanában ezek az okos kütyük, meg az okos cuccok hódítanak, úgyhogy ezért van ezzel kapcsolatban nagyon sok hírünk, de például lesz ma számítógépes hírünk is. Például Windows 10-es. Hát logikus, hogy nem az XP-ről fogunk beszélgetni, ugye? Tehát ezt se várja senki. Viszont a Windows 10-zel kapcsolatban megint felröppentek olyan értesülések, miszerint ismételten megpróbál majd feltelepülni azoknak a felhasználóknak a gépére, akik Windows 7-et vagy 8-at használnak, és hát akik nem nagyon akarnak áttérni Windows 10-re, azoknak ismételten egy meglepetésbe lehet majd részük. A Microsoft ugyanis a frissen megjelenő havi foltozó csomaga részeként megint fel fogja ajánlani nekik az új rendszerre történő áttérést, akkor is, ha korábban már azt visszautasították. Ugye már 2-szer volt ilyen, hogy vissza lehetett utasítani, most 3-szor is bepróbálkozik a Microsoft. A dolog hátterében az áll, hogy Redmond a közelmúltban kiadott frissítések részeként visszaállította alapértelmezetre azt a beállítást, amivel le lehet tiltani a Windows 10-re való áttérést felajánló ablak megjelenését. Így azok, akik korábban már elutasították az új rendszer felrakását, vagy akár manuálisan le is tiltották ugye azt, a tegnapi nap folyamán, nem, a mai nap folyamán, ma van kedd, ugye? Igen, nekem így összefolynak a napok, tehát a mai nap folyamán ismételten megkapják majd a lehetőséget Redmondtól a Windows 10-re való ingyenes átváltásra. Az egyik ilyen ajánlatokat letiltani segítő program készítője egyébként bejelentette, hogy a lépésre válaszul felvértezte ingyenes alkalmazását egy olyan funkcióval, aminek révén az immár folyamatosan tudja figyelni majd, hogy a Microsoft nem állítja-e ismét vissza a frissítést, kvázi letiltó bitet, hiszen itt igazából egy flagről van szó, ami vagy igaz, vagy nem, vagy nulla, vagy egy. Ha igaz, akkor mindig fel akarja ajánlani a frissítést, ha meg nem igaz, akkor nem. Bár egyébként szerintem van egy pár gép, amin Windows 7 van, és ott is állandóan felajánlja, hogy ő lefrissíti 10-re. Hát egyszerűen nem frissítjük, lost case. Hát hagyj, hát most kit zavar az, hogy ott van egy Windows ikon a sarokba? Engem speciál nem, nem? És rá ne kattintson valaki. Ha ezt a bizonyos GWX control panel észleli ezt, tehát ezt a bizonyos frissítést, automatikusan szól a felhasználónak, aki így ismét letilthatja a frissítési ajánlatot, hogy az azt felkínáló ablakok már eleve meg se jelenjenek. Redmond hamarosan egyébként újabb fázisba lépteti a Windows 10-re való áttérést a felhasználókat, illetve az arra a felhasználókat rávevő kampányát. Jövő év elején ugyanis az úgynevezett javasolt, tehát alapbeállítások mellett automatikusan települő frissítésé fogja változtatni azt a programját, ami elindítja a Windows 10 feltelepítését a Windows 7-es, illetve 8-as rendszereken. Tehát magyarul
simán egyszerűen fel fogja tenni, és kész, ugye? Legalábbis ezek alapján megint így fog működni a dolog. Ennek vélhetően a váltást eddig tudatosan mellőző felhasználók nem nagyon fognak örülni, de az még kérdés, hogy miként tudják majd ennek aktiválódását egyszerűen megakadályozni az automatikus frissítések kikapcsolása nélkül. Tehát igazából belerejtették a mondatba a választ, nem? Tehát, hogy ki kell kapcsolni az automatikus frissítést, aki nem szeretné, hogy frissüljön a Windows 10-re a régebbi rendszere. Ennyi a megoldás ezek szerint rá. No, aztán megérkezett az Android 6.0.1-es verziója. Nagyon örülhetnek, akik szeretik az emojiket, mert 200 új emoji érkezett bele. A Google a tegnapi napon kiadta mobil operációs rendszerének legfrissebb verzióját, az Android 6.0.1-et. És az pedig tartalmaz meglepetéseket is, méghozzá azoknak, akik imádják a vicces emojiket. Vége van már azoknak az időknek, amikor egyszerűen sárga smiley-kkal beérték a csetelő felhasználók. 2015 egyik legnagyobb őrülete egyértelműen az emoji, amelyből már ki tudja hány százat bevetettek. Többek között az egyenlőséget hirdető színesbőrű alakokat is, miközben a legtöbben még az Android Marshmallow-t sem kapták meg. A Google ma elérhetővé tette a 6.0.1-es verzióját az Androidnak, amely számos újítást és finomhangolást tartalmaz, és mellette több mint 200 darab új emoji karaktert is tartalmaz. Az újdonságok között van egyébként egy csomó létező és misztikus állat is, így például oroszlán és unikorn is, így ha valakinek csak ez hiányzott, hogy egy szöveges üzenetben ki tudja fejezni magát, most már megnyugodhat, ki tudja majd. Sajnos, akárcsak az androidos változatok, ezek az emojik sem kompatibilisek minden készülékkel, de a Google szorosan együttműködik az összes gyártóval, hogy mindenki használhassa az Android 6.0.1-el érkező új Unicode 8-as karaktereket. Az emojiket az iOS felhasználók egyébként már októberben megkapták, már hogy ezeket az újabb emojiket. Az Android nemrég kinevezett vezetője a múlt héten jelentette, hogy hamarosan náluk is elérhető lesz, és hát bele is tették az új Androidba. Hát micsoda újdonság, nem? Tehát, hogy igazából nem is tudom, mi hiányzott még az életünkből. Bár kétségtelen, hogy sokan szeretik az ilyen emojiket. Lesz itt, ha jól látom, teknős béka, meg macska, meg tudjuk mutatni egy pár ilyen kis emojit, hogy miről beszélünk, ha valaki nem tudná. Madárka, ami hasonlít a Twitter madára, csak sárga, de van itt zöldbe is, tehát ilyen mindenféle papagáj színekben. Van itt ökör, nyuszi, mindenféle. Malac, ennyi. Angry Bird, hegyek. Rendben, lehet örülni tehát. Jó, megyünk tovább. Next hírünk, az pedig a következő. Hát, nem tudom, felolvasom azt, amit a HVG hozott le, jó? Mert igazából olvashatnám azt is, amit az iMagazin hozott le az új Apple kiegészítővel kapcsolatban, de azt én nem szeretném, már csak azért sem, mert így még Horváth Andrist beszélni nem nagyon láttam, hogy ő miként vélekedik erről a bizonyos új kiegészítővel. Ijesztően csúnya lett ugyanis, vagy kiegészítőről, ugyanis ijesztően csúnya lett az Apple első akkumulátoros iPhone tokja, amely ugye azt hivatott szolgálni, hogy kicsit nagyobb teljesítményű legyen az akkumulátor. Ha március lenne, biztosak lennénk benne, hogy egy véletlen idő előtti közzétett áprilisi tréfáról van szó. Praktikus szempontból viszont jól sikerült az iPhone 6, illetve 6S modellekhez kiadott úgynevezett Smart Battery Case, azaz ugye az okos tok, vagy elem, okos elemes tok. Lehet így nevezni gyakorlatilag. Az Apple ígérete szerint 25 órára növelhető vele a telefonok, egyébként 17 órás beszélgetés ideje, és persze arányosan ugyanígy a készenléti idő és a böngészéssel töltött idő is. Szintén hasznos, hogy a Smart Battery Case használatakor az intelligens állapotjelző megjeleníti az akkumulátor állapotát az iPhone zárolt képernyőjén és az értesítési központban is. És az is remek, hogy a toknak mikroszálas bélelése van, amely szintén védi a telefont a különböző behatásoktól. Az okos tok tervezése során azonban valaki
beólálkodhatott Jony Ive irodájába. Szinte hihetetlen, ugyanis, hogy a dizájnra annyira odafigyelő Apple ilyen tokot dobott a piacra, márpedig tényleg kiadta. A szénszürke és fehér színekben megjelent Quasimodo egyébként nagyjából 40 ezer forintos árban kapható az online boltban. És hát nézzük, hogy néz ki. Tehát igazából, hát nekem, hát azon kívül egy kicsit kidomborodik, ugye, mert hát nagyobb kapacitású, mondjuk úgy plusz akkumulátor van hozzá, azon kívül most őszintén, de mi a baj ezzel? Tehát, hogy csúnya, hát ez megint ízlés kérdése. Engem kísértetiesen emlékeztet a HTC telefonomra, amely alapból így nézett ki. Egyébként, hát mindenféle tok nélkül. Itt látható egyébként oldalról is, csak hogy lássátok, hogy mennyivel lett vastagabb. Hát ugye egy plusz akkumulátor, vagy egy ilyen fél akkumulátorral lett vastagabb, és így látszik is, hogy egy fehér telefonról egy fekete tok, hogy az mennyivel lett nagyobb. De hát ugye olyan anyagból van, amely jobban védi a készüléket, tehát az ilyen tokok esetében szerintem ez egyáltalán nem probléma. Úgyhogy ennyi a dolognak a lényege. Hát mint mondtam az iMagazinon, ami ugye Horváth Andris Hungarian Apple guru, lehet így mondani szerintem, blogja is egyben, illetve blogja és online újságja is egyben. Hát ő nagyon csúnyán vélekedik erről, nem akarja elhinni, hogy ilyet az Apple kidobott a piacra, úgyhogy hát lehet, hogy akik ugye design érzékenyek, hogy úgy mondjam, azokat ez így lesokkolja, hogy hát hogy lehet ilyen csúnya, vagy csúnyának nevezhető tokot kiadni. Én azt gondolom, hogy a használhatóság talán egy nagyon picit, mintha fontosabb lenne a dizájnnál, de hát ez csak az én véleményem. Annyira meg nem néz ki szarul szerintem, nem? Tehát olyan egész tűrhető a történet. Tehát fehérben egész jó. Hát persze, hogyha feketét húzunk a fehérre, az már egy kicsit más, de még itt se olyan vészes. Kicsit olyan pepita színű a történet, de legalább masszív és védi a telefonunkat, és legalább sokkal tovább, hát sokkal nem, de egy jó pár órával tovább bírja az aksi. Oké, menjünk tovább. Next hírünk, az pedig a Chrome-mal kapcsolatos, méghozzá az androidos Chrome verziókkal. Bekapcsoltak ugyanis egy nagyon fontos funkciót az androidos Chrome böngészőben. A 100 milliók által használt androidos Chrome alkalmazásban mostantól alapértelmezetten bekapcsolt funkció figyelmeztet, ha meglátogatni kívánt weboldal vírusos, vagy adatainkat szeretné ellopni. Nagyon helyes. Vannak olyan rosszindulatú programok, amelyek már akkor is fertőzhetik a gépünket, ha csak meglátogatunk egy weboldalt, és vannak olyan weboldalak, amik csak első ránézésre tűnnek mondjuk Facebooknak, igazából csak a Facebook beléptetési adatainkat lopják el. Ezek jelentős részét már régóta figyelmeztet ugye az asztali Chrome böngésző, most pedig a rengeteg ember által használt androidos Chrome alkalmazásba is bekapcsolták ezt a funkciót. Amint érzékelhető, hogy veszélyesnek van ítélve egy oldal, vagy hát egy olyan oldalra navigálnánk, ami veszélyes, míg a lap betöltés előtt közbeékeli ezt a bizonyos figyelmeztetést az operációs rendszer, illetve maga a Chrome böngészőt láthatjuk is nagyjából, hogy néz ki ez az értesítés. Egy szép, nagy, piros képernyő, ugye a Chrome-ban ezt már megszokhattuk, amely ugye arra hivatott felhívni a figyelmet, hogy ez bizony olyan oldal lehet, amely ellophatja az adatainkat, tehát semmiképpen se adjunk meg jelszavakat, telefonszámokat, vagy akár ugye bankkártyaszámot. Ahhoz, hogy a biztonságos böngésző funkció működjön, a Google Play Services 8.1-es verziója és a Chrome alkalmazásból legalább a 46-os verzióra van szükség. A két dolog végig ellenőrzése helyett egyszerűbb, ha az ember bemegy a Chrome beállításainak adatvédelmi részébe, és ott rögtön megtaláljuk, hogy aktív ez a bizonyos funkció, ezt is meg tudjuk mutatni, tehát, hogy biztonságos böngészés be van kapcsolva, ha pipa be van, vagy egyáltalán van ilyen menüpont, akkor szépen biztonságosan böngészhetünk. Köszi. Ha nem, akkor közvetlenül ugye tudjuk magunktól is aktiválni, ha bekapcsoljuk úgy is lehet egyébként, hogy a Chrome adatforgalom csökkentő szolgáltatását kapcsoljuk be, amivel ráadásul még az internet gyorsítását is, vagy hát az adatoknak a gyorsabb betöltését is tudjuk biztosítani. Ugye erről már korábban beszéltünk, hogy ilyen funkció is van a mobilos megoldásban. Egy dologra azért érdemes figyelni, hogy az ilyen módon letöltött képek azok nem lesznek használhatók mondjuk Facebookon. Ki fog írni, hogy error.
mert olyan valami speciális tömörítéssel tölti le ezeket a képeket, és hiába JPEG vagy hiába PNG, mégsem az valamiért. Úgyhogy hibásak ezek a képek, tehát nem tudjátok őket megnyitni semmiben, se Photoshopban, se semmiben, egyszerűen azt fogja mondani, hogy nem képformátum, vagy hibás képformátum, miközben a böngészőben egyébként megjelenik. Tehát figyeljünk, hogyha képeket töltünk le, akkor ezt a funkciót ezt kapcsoljuk ki, különben rossz képeket fogunk letölteni. Ez csak egy ilyen megjegyzésként mondom. Jó. És örülhetnek a Note 4 tulajdonosok, mert hozzájuk is megérkezett a 6.0-as Android, a Galaxy Note széria rajongói dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen a hétvégén hozzájuk is megérkezett a Galaxy Note 4-eken működő Android frissítés. Néhány nappal ezelőtt érkezett a bejelentés, hogy a Note 5 modellek hamarosan Európában is megjelennek, azokat azonnal 6.0-as Androiddal szerelik, viszont akik csak egy régebbi verzióval, tehát a 4-essel rendelkeznek, ők is le tudják tölteni hamarosan a frissítést, és használhatják már a 6-ost. Az új szoftverrel ki lehet élvezni az akkumulátor kímélő úgynevezett Doze üzemmódot és annak előnyeit, a Now on Tap segítségével pedig a kereséseket lehet felgyorsítani. A frissítést követően a Note 4-es tulajdonosok megkapják az új Air Command menüt is, sőt a jegyzeteléshez sem kell felébreszteniük a készüléket, nyugodtan írhatnak a kikapcsolt kijelzőre, amiket természetesen később bármikor vissza lehet nézni. A Note 4 frissítés már több európai országban megérkezett korábban, de a hétvégén végre Magyarországon is elérhető, úgyhogy frissítsetek! Egyre több készülékre érkezik most már a 6-os Android, ami nagyon helyes, mert tényleg sokkal optimálisabb verzióról beszélünk, tehát tényleg kímeli az aksinkat, és így tovább. Hát ez a főbb funkciója egyébként, vagy a legfőbb funkciója. És akkor egy hír, egy magyar vonatkozású hír, amely igazából egyben egy tanulság is legyen mindenki számára, aki interneten keresztül vásárol. Ugye erre már felhívtuk a figyelmet többször, pláne így karácsony környékén nagyon sokan szeretnek online bevásárolni, hogy ne kelljen sorba állni, nincs ezzel gond, de tessék jól megnézni, hogy hol vásárolunk, milyen webshopokban, milyen hirdetésekből, ha valaki esetleg hirdetést követően megy el mondjuk egy webshop oldalára és onnan vásárol. Ugye a pénteki Restart Extrában ezzel kapcsolatban adtam már nektek egy, vagy adtunk nektek egy-két tanácsot, de már korábbi Restartokban is beszéltünk erről, hogy mindenképpen érdemes megnézni az adott weboldalon, hogy van-e ASF, ugye általános szerződési feltételek, azokban szerepele a cég, aki üzemelteti azt a webshopot, illetve mindenféle elérhetőség, hogy ugye, ha bármi probléma van, akkor legyen kihez fordulni, legyen ügyfélszolgálati telefonszám, valamilyen e-mail cím, de mondjuk legyen azért ott egyéb más adat is, ne csak egy e-mail cím, vagy egy ilyen e-mail forma, amiben szépen leírod, hogy mit szeretnél, aztán majd válaszolnak, vagy nem. Tehát ezért kell, hogy legyen mindenféle elérhetőség ott. Cégnév, cégbejegyzés, adószám, hol érhető el, stb. Tehát mindent csekkoljunk le, még mielőtt csak úgy egyszerűen kinyitjuk a bankkártyánkat, mondjuk így, mert nem a pénztárcánkkal szoktunk ott vásárolni, és elutaljuk a megfelelő összeget, ugye az adott akár több tízezer forintos elektronikus kütyűjére, amit meg szeretnénk venni, mert aztán nehogy úgy járjunk, ahogy jó pár emberke járt, ugyanis több mint 170 embert károsított meg egy vasmegyei férfi, aki mobilt és játékkonzolt árult az interneten. A termékekkel nem rendelkezett, de a pénzt azért felvette utánuk. Üzletszerűen elkövetett csalás miatt vádat emelt a szombathelyi ügyészség egy férfi ellen, aki interneten kínált eladásra olyan árucikkeket, amelyekkel nem rendelkezett, közölte a Vasmegyei Főügyészség. A vádlott mobiltelefonokat, játékkonzolokat hirdetett meg eladásra az interneten, telefonon megállapodott az érdeklődőkkel, hogy a vételárat vagy az előleget a számlájára utalják, ő pedig utána postázza a megrendelt árut. Ez azonban nem történt meg. A férfit 176 esetben egyébként 50 ezer forintnál nagyobb, összességében 5 millió forintot meghaladó kár okozásával vádolják. Csúnya, nem? Csúnya bácsi,
Úgyhogy vigyázzunk az ilyesmivel, és ez könnyen előfordulhat egy szépen kialakított webshopban is egyébként, hogy utalunk online, megvásároljuk, azt nem jön meg a termék, ugye? Tehát én is meséltem, hogy nálam is van ilyen, igaz, megjött a termék, csak hibás, és azóta se tudom kicseréltetni, mert gyakorlatilag folyamatosan lerázó e-mail. Egyébként az vicces, hogy válaszolgatnak az e-mailek, de mindig ugyanazt a sablon szöveget válaszolják, hogy a termék cseréje, vagy a csere termék beszerzés alatt áll a forgalmazónál. Ez a válasz. Két hónapja? Miközben ugyanaz a termék egyébként elérhető a webshopban. Tehát, hogy tehát érdekes. Na mindegy, tehát vigyázzunk ezekre mindenképpen, úgy nehogy belefussunk a történetbe. A vád szerint egyébként a férfi anyagi haszonszerzés véget megtévesztette a sértetteket, hiszen eleve nem akarta megküldeni az árut, az átutalt pénzt viszont felvette, tehát ez itt egyértelműen bűncselekmény. Egy webshop esetén nem feltétlenül biztos, de ha nincs, nem tudsz utána menni, tehát nem tudod, hogy ki áll mögötte, akkor innentől kezdve egy vadidegen embernek, vagy vadidegen nem is embernek, mert azt se tudod, ki áll mögötte, utalsz el pénzt, vigyázzunk erre. Jó, tehát megbízható forrásból tessék csak interneten keresztül bármilyen adatot is először is megadni, mert még az is lehet, hogy adatot is lop ezzel. Tehát ott megadod az adataidat szépen, aztán még az is lehet, hogy nem is szedi le a pénzt, de megadtad az adataidat, és onnantól kezdve viszont a te bankszámla számoddal fog tudni vásárolni. Tehát, mert ugye egy ilyen tranzakcióhoz gyakorlatilag ugye meg kell adni a bankkártyád adatait. Tehát a bankkártyád számát, a lejárati időt, mit kell még megadni? A banknak a nevét, a te nevedet kell megadni, illetve egy úgynevezett CVV számot, ami ugye egyfajta ilyen titkos kód, egy háromjegyű szám általában, ami ugye magát a tranzakciót engedélyezi. Tehát nem PIN kódot, hanem egy CVV kódot. Úgyhogy ezeket ne adjuk meg, mert onnantól kezdve ezeknek a számoknak a tudatában bárki egy internetes vásárlást tud bármikor indítani. Úgyhogy tényleg vigyázzunk, jó? Oké. No, hát ennyit a hírekről. Szóljatok hozzá nyugodtan. Facebookon, facebook.com/fixhd, és bemegyek a Skype-ra is gyorsan. tv.fixhd a Skype címünk, itt is lehet csörögni, meg persze a jó öreg telefonszámunk is él, úgyhogy ott is várjuk a hozzászólásokat. Na nézzük, mik érkeztek a Facebookon, mert akkor Facebook hozzászólásokkal kezdjük Szabival. Egyik ismerősöm Black Friday-ben 95%-os kedvezménnyel rendelt egy iPhone-t. Teljesen naív volt, elutalta a pénzt, egyszer csak ebéd közben csörög a telefonja, és a rendőrség kereste, hogy be kell mennie, mert kamu a bolt. Nagy nehezen visszakapta a pénzét, de sokat kellett érte küzdenie, csoda, hogy visszakapta. A normál bolt fizetéskor átirányít a hárombetűs bank felületére, ami biztonságos, persze hamisítani azt is lehet. Hát meg nem csak a hárombetűs banknak van online szolgáltatása, hanem nagyon sok ilyen banknak, hát nem nagyon soknak, de ez egy jó párnak, tehát ki melyik rendszert használja, ugye többféle módon is lehet átutalást, vagy ilyen internetes fizetést bonyolítani, de így van, tehát hogy valóban tessék odafigyelni, hogy hol vásárolunk. Hát első körben az üzletet tessék megnézni, jó? Tehát a magát a webshopot, hogy ott mik vannak feltüntetve. Jó, aztán Martin írja nekünk, szia Wendy, fontos, nem tudok semmit telepíteni a gépen, mert azt írja ki, hogy írjak be jelszót, de nem lehet sehova. Mit tudnék tenni? Még a Windows-t sem tudom emiatt újra tenni. Nagyon köszönöm. Hát, de hova írja ezt ki, hogy nem, tehát mi, kicsit nekem ez bajos, tehát a Windows-t sem tudod emiatt újra tenni, akkor miért? Hát a Windows-nál beteszed a telepítőt, bootolod a gépet, és már rögtön arról bootolsz, tehát a Windows-t újra tudod tenni. Most azért a Windows-ba valahova jelszót kell írni, én még valami össze nem találkoztam ilyennel, de biztos, hogy ez valami nem normális dolog, tehát itt valami vírus, vagy valami csinálta ezt, rendszer szinten én még ilyennel nem nagyon találkoztam. Tehát max akkor nem tudsz telepíteni, hogyha ugye nem vagy rendszergazda, ami nem is olyan nagy baj, hogyha az ember nem rendszergazda felhasználóként használja alapesetben a gépét, mert az mondjuk biztonságosabbnak mondható, és vannak olyan programok, amikhez viszont rendszergazda jogosultsága, hogy egyáltalán telepíteni tudjad.
Tehát olyankor előfordulhat, hogy nem engedi telepíteni, de akkor azt mondja, hogy ez ilyen és ilyen felhasználó jogosultság szükséges, válasz egy másik felhasználó, tehát lépj be rendszergazdaként mondjuk, és úgy telepítsd, vagy ugye lehet rendszergazdaként is futtatni programokat, akár a telepítőt is, jobb gomb, és ott van rögtön egy olyan menüpont, hogy futtatás rendszergazdaként, és akkor úgy próbálod meg a telepítést, de olyat, hogy jelszót kér, én még ilyenről nem. Arbitrálisan nem lehet megadni, tehát akkor miért kéri? Nem egészen értem. Úgyhogy Windows telepítő, lemez szépen, vagy pendrive, vagy nem tudom, mi van a Windowsod, az pedig már bootoláskor kell, hogy működjön. Vagy, bár lehet, hogy akkor nem egyértelműen fogalmazol, lehet, hogy a már a gép bekapcsolásakor kéri el szót? Mert úgy lehet, hogyha mondjuk BIOS password van, vagy egyáltalán indítási jelszó van, és csak akkor tud egyáltalán indulni a gép, hogyha megadsz egy jelszót, de hát akkor ugye az nem csak a programok telepítésénél lenne úgy, mert az már az operációs rendszer része, viszont hogyha operációs rendszert akarsz telepíteni, mondjuk a Windows-t újra tenni, akkor ahhoz nem kell bemenni a Windows-ba, mondjuk abból a szempontból nem ártana, hogy mondjuk az adataidat lemensd róla, mert ha csak úgy újrahúzod a Windows-t, mondjuk azt is meg tudod csinálni, hogy akkor nem felülírod, hanem csak fölraksz még egy Windows-t, és akkor gyakorlatilag majd a régit utólag lepucolod, és akkor az adataid viszont nem vesznek el, tehát az új Windows mellett is ott maradnak az adatok, csak majd meg kell őket keresgélni. Oké, megjött a Chromecast-je a Mikinek, ha jól látom, csak úgy hasít, 5 GHz-en nagyon jól működik, üdv király a műsor. Na hát örülünk. Örülök neki, hogy ilyen jól működik. Jó kis találmány egyébként ez a Chromecast. Aztán szintén Szabolcs írja nekünk Windows frissítéses témához. Én pont az ilyenek miatt telepítettem a Windows 7 Enterprise-t. Sikerült legálisan hozzájutnom egy ilyen kulcshoz. Sehol egy Windows 10 frissítése ikon. Hát, biztos. Lehet, hogy másokon, mert szerintem azokon is le akar azért frissülni. Maximum nem kötelező. Egyébként Emoji eddig is meg lehetett oldani Emoji Keyboard nevű applikációval, tartalmaz az összes emojit, reklámmentes a billentyűzet. Igen, csak nem biztos, hogy kompatibilis. Tehát, hogy oké, hogy egy csomó emojit tartalmaz, de a másik oldalon az meg is jelenik? Mert az a nem mindegy. Ugye ezeknek az emojiknek, bár ugye nem is értem, miért beszélek én erről, amikor gyűlölöm az ilyen emojiket. Régen, amikor emlékszem, még a Windows Messenger volt, ugye? És abban lehetett mindenféle, hát nem hogy emojiket, hanem ilyen ugráló, nem tudom miket, amik most már Facebookban is kezdenek ilyenek lenni, és emberek úgy írogattak, hogy gyakorlatilag nem lehetett elolvasni, hogy mit akar. Mert gyakorlatilag csak ugráló kismacskák, kiskutyák jöttek a képernyőn, azok hozták be a betűket, meg ilyenek, tehát ilyen emo-sönök, emo-gyík voltak gyakorlatilag. És most már egyre inkább ez lesz megint a divat, tehát hogy így nem tudom, én ezt nem szem. Vagyis örülnék neki, tehát nincs ezzel gond, használja ki akarja, de lehessen kikapcsolni, amikor a Windows Messengerben legalább volt lehetőség. Tehát egyszerűen fogtad és azt mondtad, hogy nem, te csak plain text, kész. És én azt be is kapcsoltam, úgyhogy gyönyörűen, hiába küldött valaki kiskutyákat, kismacskákat, én tényleg azt láttam, amit ő írni szeretett volna. Tehát, hogy remélem a Facebooknál is be lehet kapcsolni rövidesen valamilyen menüpontot. Jó, aztán Viktorra folytatjuk. Olyan problémám van, hogy a gépem néha nem érzékeli a DirectX-et, ilyenkor természetesen nem futnak az ezt igénylő programok, újraindításnál viszont újra érzékeli, mi lehet a probléma. Válaszodat köszönöm, Viktor. Hát Viktor szerintem nem a DirectX-et magát nem érzékeli, mert a DirectX az igazából maga a multimédiás gyorsító, futtató környezet. Tehát most a környezetet szerintem érzékeli, itt inkább valamilyen driveres hibára tudok gondolni, hogy esetlegesen a videókártyád drivere huncutkodik, hogy szép szóval éljek, és azért nem akarja használni magát a DirectX-et igénylő dolgokat. Tehát nem a DirectX-el van valószínűleg gond, hanem inkább az azt használó eszközzel. Nem? Nem tudom igazából, de vagy azt próbáld még esetleg ki, hogy DirectX-et esetleg újrahúzod, mert az még lehet, hogy valami hibás a DirectX telepítésedben, vagy valamivel össze van akadva, lehet, hogy kétszer tetted fel ugyanezt, mert hiszen a DirectX-eknél a különböző verziókat egymásra is lehet, hogy úgy mondjam, telepíteni.
Tehát nem úgy van, hogy mit tudom én, van a 8-1-es, meg a 9-es, meg 10-es, 11-es, és akkor ott gyakorlatilag elég, hogyha az egyik fönn van, mert vannak olyan játékok, amik mondjuk a régebbit preferálják, és mondjuk nem tudja az újból megoldani, hogy a régi feature-öket használja, és ezért fel kell tenni mondjuk egy régit hozzá. Még mehet még mélyebbre is, mert a 6-os, meg 7-es, meg nem tudom hányos. De Xbox már nagyon régi játékok kérhetnek maximum ilyesmit, vagy hát nem csak játékok, hanem minden olyan, ami DirectX-et használ. Tehát én arra gyanakodom, hogy itt inkább valamilyen kompatibilitási dologgal van gond, tehát a mit tudom, videókártya drivered, lehet, hogy ezt az adott DirectX-et vagy nem támogatja rendesen, ilyen is előfordulhat, vagy még nem támogatja, tehát mondjuk olyan újabb programról beszélünk, ami az újabb DirectX kéne, és mondjuk az nincs fönt a gépeden, vagy olyan programról beszélünk, ami új DirectX-et használna, de mondjuk a videókártyád nem ismeri azt a DirectX-et még, tehát vagy azokat a feature-öket, amit már ennek a programnak tudni kéne, ilyen hiba is lehet, vagy egyszerűen csak valamilyen kavarodás van a DirectX-ek terén, tehát ezt így körbe kéne nézni, meg konkrétumokat kéne egy kicsikét írnod, bár nem lennénk túl sokkal beljebb, de tehát, hogy miről van szó, milyen program indításánál, meg úgy egyáltalán mikor jelentkezik ez. Tehát honnan tudod te, hogy egyszer csak nem használja a DirectX-et? Tehát ezt miből vontad le ezt a következtetést? Így van, Laci is erre válaszolt egyébként majdnem hasonló dolgot, hogy akkor az eszközkezelőben rendben van a VGA driver, így van, illetve a DXDiag, ez nagyon jó, hogy ezt így írtad, tehát a DXDiag nevezetű szoftver, ugye, ami a diagnosztizálja gyakorlatilag a DirectX beállításokat, az le kéne futtatni, és meg kéne nézni, hogy minden rendben van-e. Jó? De mondom, szerintem itt nagy valószínűséggel videókártya driverrel lesz gond. Aztán Imre nem tud belépni a freemailre, mert átirányítja őt valamelyik másik oldalra. Mi lehet a baj? Őszinte legyek? Fogalmam sincs. Freemail? Hát mikor használtam én freemailt? Van olyan még? Ha van. Van ilyen. És tudom is, hogy a jelszavamat. Mert volt nekem freemail-es e-mail címem. De nem tudom, mi volt az e-mail címem, vagy a jelszavam, mert nem igazán tudok rá belépni, de engem nem irányít sehova. Nem lehet, hogy itt ugye sok reklámmal van tele a freemail, hogy véletlenül rákattintasz valami reklámra, amit itt írsz, hogy mit én filmbelépés.tonline.valamire irányít, hát az ott lehet, hogy az is ugye ugyanennek a szolgáltatónak a mondjuk úgy égisze alatt megy ez a freemail nevű csoda, és lehet, hogy azért irányít oda, mert lehet, hogy egyébként máshova irányítana, csak mondjuk nyomsz egy entert, és lehet, hogy véletlenül valami másra kattintasz, vagy másra nyomsz, vagy másra reagál az enter, nem a belépésre, és azért átirányít arra az oldalra, ami egyébként lehet, hogy ennek a reklámja. Tehát nem lehet valami ilyesmi probléma. Nem tudok mást így hirtelen ennyiben. Engem azért nem enged, mert nem tudom a jelszavam, de egyébként működnie kellene a dolognak. Van egy telefonálónk, úgyhogy vele folytatjuk. Halló, halló, szia! Halló, Vendő, üdvözlöm a nézőket! Szia, parancsol! Az lenne a kérdésem, hogy Xbox One-ra tudod-e, vagy az Andris tudná majd segíteni benne, hogy játékot, hogyha berakom, akkor feltelepíti a gép, de hogy lemez nélkül nem tudom elindítani? Olyan funkció nem lehet, hogy mondjuk felhőbe felteszem? Hát ezt tőlem ne kérdezz, mert én nem értek az Xboxokhoz, de szerintem egyébként én úgy tudom, hogy kell maga a játéklemez hozzá, tehát csak bizonyos dolgokat másol föl, azt hiszem, hogy a belső tárolóra, de az, hogy játszani tudja, ahhoz szerintem kell a lemez. De nézzek a Gergőre, mert ő lehet, hogy autentikusabb ebben. Kell a lemez, én is így tudom. Tehát olyan nincs, hogy felmásolás. Azonosítás miatt? Vagy az azonosítás miatt, illetve hát, hogyha azt, ha streamelt játékot játszol, tehát ugye online vásárolt játékról beszélünk, azokat szerintem tudod vinyóról futtatni, de hogyha olyan játékkal játszol, ami korongon van, tehát DVD-n van, akkor azokat viszont ahhoz kell a lemez mindenképpen. És még hogyha ott a Gergő, akkor annyit nem tudom, hallja, amit kérdezek. Még egyszer? Hogy... Hajja! Streamelni a gépről, hol találok erről leírást, hogy megvannom ezt, nem tudjuk megmutatni a mai adásba este. Nem értem, amit mondasz még egyszer, mert kicsit közel beszélsz a telefonba. Ne beszéljen közel, mert csak a brummogást hallunk. Még egyszer? Hogy lehet élő közvetítést csinálni? Élő közvetítést? Már hogy mivel? Az Xbox-al? Igen, abban.
gamerzone@fixhd.tv, jó? Írj egy e-mailt a srácoknak, és akkor ezt meg fogja tudni neked mondani, hogy pontosan hogy kell csinálni. Egyébként ez meg szerintem játékfüggő, hogy a játékban van erre lehetőség, illetve az Xboxban is van valami ilyen globális megoldás, de fogalmam sincs, hogy hogy működik pontosan. Jó, írj egy e-mailt a srácoknak, illetve hát az Xboxnak az oldalán körbe lehet nézni, vagy a Google-ba ki tudod keresni igazából, hogy Xbox live streaming mondjuk, vagy ilyenek, és akkor biztos, hogy vannak oldalak, ahol ezt elmagyarázzák, hogy hogy kell pontosan. Jó? Jó, oké. Okay. Köszi, hogy hívtál, hali jó. Lacival folytatjuk, Skype-on van itt Laci. Hello, Laci! Szia, Vendel! Csak szólni akartam, hogy ne agyalj ezen a címéres dolgom, mert veséztem a ugye akinek volt vele problémája, az antivírusa blokkolt a hibáson a freemailnek a bejelentkező szerverének az IP címét. Jaj, de jó. Hát, antivírusok. Na látod, ezért van az, hogy az ember, ha használ mindenféle innen-onnan összevarázsolt antivírus szoftvereket, és nem a beépítetteket, na hát, és akkor ilyenkor találja ki az ember, hogy mi lehet a gond a géppel. Látatlanban. És ugye ez, amit írt ez a cím, ez a T-online-os valami, ugye ez azért van, mert ugye, ahogy... Ugyanarra a gépről jön valószínűleg. A T-online-nak a bejelentkező rendszerét használják a freemailesek, tehát aha. Ugye azért van egy ilyen pillanatnyi átirányítás, néha lehet látni a böngészőnek ugye a cím uh-huh. során. És ezt tiltotta le lényegében a antivírus. Az is szép antivírus lehet. Valami malware, vagy malware, nem tudom mi volt. Ja, te így belemész ezekbe a dolgokba, mert így igazából én nekem csak annyi van itt, hogy nem tudod belépni. Ja, közben hát a hozzászólásokba vágom, jó. Én azokat már nem néztem a hozzászólásokat, de látom 18 válasz van rá, jó van. Igen, eléggé belementünk, kérdezgettem, aztán kiderült, hogy mi a probléma. Jó van, nagyon jó, hogy szabad idődben te szupportálsz itt a műsor után is, köszönöm, Laci. Szívesen, hello. Én akartam, szia. Oké, okay, szia. Na, menjünk tovább, nyugodtan lehet csörögni egyébként. Péter írja nekünk, üdv Vendi Amerikából, megmaradt egy kétbetűs márkájú androidos okostelefon, és leszeretném magyarosítani. 2.3.6-os verzió van rajta, hogyan tudom letölteni az ehhez megfelelő magyar nyelvű android szoftvert, már kerestem típus szerint, de vírusos reklámok jönnek be a keresőbe, ha egy másik ugyanilyen típusú magyar telefonról USB kábelen keresztül átmásolnám a számítógépre a szoftvert, és onnan átmásolni erre a telóra, úgy jó szerinted? Szerintem nem, de mit akar, hogy érted, hogy magyarítani? Tehát, hogy egyszerűen, tehát, hogy én nem tudok olyan androidról, ami nem tud magyarul, maximum ilyen kínai csodáknál szokott olyan lenni, hogy nincs benne a magyar nyelv, de egyszerűen bemész a beállításokba, és ott a nyelv és billentyűzetnél átállítod a nyelvet magyarra, és magyar lesz. Tehát, hogy az egész, minden magyar lesz benne. Szerintem már a 2.3.6-os Androidnál is, tehát az azért annyira nem vészes, de jó, nagyon régi, de ott is volt már magyar nyelv. Tehát én emlékszem, az első androidos telefonom, az egy ilyen Huawei nagyon régi csoda volt, 1.6-os androidot volt, de az is magyar volt. Tehát, hogy maga az Android, mint operációs rendszer tartalmazza a magyar nyelvet. Bár lehet, hogy egy Amerikában kiadott verzióban lehet, hogy olyan Android lenne, ami nem tartalmazná. Kétlem, mert ezeket ilyen úgy csinálják már meg, hogy egyszerűen csak nyelvet kell váltani benne. Ha? Bár gondolom én nem tartalmazza, hogyha ezt te így írod, mert nem hiszem, hogy erre nem gondoltál, hogy egyszerűen bemész és a nyelvet angolról átváltod magyarra. Tehát, hogy, mert hogy ennyire egyszerű a történet elvileg. Jó? Úgyhogy nézd meg, hogyha tényleg nincs benne magyar nyelv, akkor viszont meg kell nézni, hogy annak a gyártónak, illetve ennek a telefonnak, ami egyáltalán kétbetűs gyártó, akkor van tippen milyen lehet. Fel kell menni a weboldalára, és meg kell nézni, hogy milyen firmware van hozzá. Mert ha más nem, akkor le kell tölteni valamilyen európai régióból hozzá egy firmware-t, és azt fel kell rá varázsolni. Azt meg kell nézni pontosan, hogy ennél a telefonnál hogy lehet ilyet csinálni, mert az SD kártyájára, ha van neki ilyen, fel kell másolni szépen egy update.zip nevű fájlt, ha jól tudom, és akkor a telefont recovery módban kell újraindítani, és akkor gyakorlatilag ő újra rakja magát az operát. Még lehet, hogy van is frissebb hozzá, nem tudom milyen telefonról beszélünk, de lehet, hogy van is frissebb Android esetleg hozzá.
Jó, bár nem tudom, megér-e ennyit ez a történet, ha egy régi telefonról beszélünk, ami 2.3.6-os Androidban, az nem egy mai darab, az tuti biztos. Jó, Gabival folytatjuk. Szia, Gabi! Szia, Wendy! Akadt egy kis problémám, hát ha akár te, akár a kedves nézőtársak tudnának nekem segíteni. Igen. Energiaszolgáltató. Összeolvadt egy másik energiaszolgáltató, valamiről én kaptam egy e-mailt, hogy engem ehhez a másik szolgáltatóhoz automatikusan átregisztráltak, mint vevő azonosítót, és én létezem náluk, és megadtak nekem egy oldalnak a linkjét, ahova ha én belépek, akkor én ott megtalálható lennék, és be tudnék jelentkezni, mérőállást bediktálni, de az azonosítomhoz ők adtak egy kezdeti jelszót. Na most utána viszont az e-mailben alul odaírják nekem, hogy adatvédelmi okokból a rendszer által generált jelszó nem küldhető el egyszerre a felhasználó névvel. Na most én itt elakadtam. Tehát beütöm az én létező felhasználó nevemet, beütöm az ő általuk megadott kezdeti jelszót, de ezt a rendszer nekem nem engedi meg. Tehát nem igazán értem, ha valaki esetleg szembesült mostanában az elmúlt napokban ezzel a problémával. Hát figyelj, ezt én nem tudom neked megmondani, ezt föl kell hívni őket, ezt meg kell kérdezni, hogy ez mi. Tehát, hogy, mert ahány szolgáltató, annyiféle szokás, hogy ők hogy csinálják ezt, hogy biztonságos legyen. Biztos, hogy biztonsági okai vannak, tehát ebben ez nem fér kétség. De hogy pontosan hogy kell akkor ebbe a rendszerbe bejelentkezni, egyszerűen föl kell hívni őket, és akkor meg kell kérdezni, hogy ennek mi a módja. Mert most egyelőre úgy tűnik, hogy sehogy. Tehát ő általuk hát megadott jelszóval sem, régi jelszóval sem, sehogy sem. Csak nem gondoltam, hát esetleg... aktiválni kell először? Tehát, hogy nincs egy link mondjuk ebben az e-mailben, amire rá kell kattintani, aktiválni kell először a, hogy úgy mondjam, a loginodat, és akkor utána fogja, ott fog kérni egy jelszót, amit oda be kell írni, amit elküldtek. Nem, mert én ezt, amikor végigolvastam, akkor ők automatikusan azt írják, hogy az én online regisztrációm továbbra is használható ennél az összevont szolgáltatónál, mert ők automatikusan engem regisztráltak az új szolgáltatónál. Tehát nem találok akkor semmi olyat. Akkor próbáld meg, hogy a régivel lépsz be, vagy a régi jelszóval. Nem engedi. Azzal sem engedi. Vagy esetleg azt, hogy, akkor, ahol eddig beléptél, arra a felületre lép be, és akkor lehet, hogy ott van valami tájékoztató erről, hogy ezentúl viszont az új felületen kell, vagy a másik szolgáltatónál kell használni, és akkor ott lehet, hogy van valami leírás. Mondom, ezt nem tudom, tehát most csak... Fel kéne őket hívni, igen, ugye az a legegyszerűbb, mert itt lehet, hogy még maga esetleg a rendszer sem állt föl annyira, mert ez egy december 1-e óta működő dolog. Fogalmam sincsen, tehát azt tudom, hogy így vannak ilyen lehetőségek, ezek ilyen virtuális szolgáltatók már gyakorlatilag. De hogy pontosan hogy működik a rendszerük, nem tudom. A másik gyors kérdésem az lenne, anyukámnak mobil internetje van otthon, egy 8 gigás. Vennék neki most, Jézuska hozna neki egy routert hozzá. Mert a telefonján csak 500 mega van, és ugye hát nagyon sokszor felajánlja a telefon az automatikus frissítéseket, de ugye hát azt azért wifi-ről lenne jó. Na most, hát hogyha az ő 8 gigás netjéről Wi-Fi-n keresztül időnként befrissíti a telefont, az mennyire mondjuk egy ilyen havi átlagban vajon terheli le az ő mobil internetjét, hogyha a Wi-Fi-ről csinálja? Hát figyelj, maguk a frissítések annyira nem vészesek, tehát itt ugye egy-két applikáció frissül, nem tudom, hogy a mama mennyire szokott applikációkat keresgetni a neten, vagy azokat letöltögetni, vagy ezt, azt, amazt, vagy videókat nézni, mert azok mondjuk sokkal inkább zabálják nem is a sávszélességet, hanem az adatforgalmat. Maga a frissítés az nem olyan vészes, hát ilyen pár 10 megás programokról beszélünk. Tehát akkor érdemes ugye azt megjátszani, hogy... Hát akár, de még egyébként szerintem azt az 500 megás netet se fogja megenni, hogyha csak a frissítésre használja. Tehát simán a telefonon, tehát annyira nem muszáj ezt wifizni akkor. De mondjuk tény, hogy ha már ott a 8 giga, akkor célszerűbb azt használni, hogyha főleg ha azt csak otthon használja, és a telefonon megmaradjon meg az 500 mega, csak azért, hogy ha bármikor máshol is akar internetezni, akkor azt meg a telefonjáról tudjon. Ja. Mert akkor azt végül is be lehetne ugyanúgy állítani ugye a telefonon, hogy csak azokat, tehát hogy ő jóvá hagyja, hogy melyiket akarja éppen wifi-ről lefrissíteni, nem automatikusan mindegyiket frissíti be.
Mert ugye amiket ja, nem persze, használ, több fölösleges. Hát ez ugye beállítás kérdése, hogy egyáltalán engedélyezve van-e a frissítés. Ezt most már bár Android függő, de alkalmazásonként is be lehet állítani, hogy ezt mondjuk frissítheti, ezt nem kérjük frissíteni, sőt valahogy semmit nem frissítsen, csak kézzel, kérdezze meg az ember. Uh-huh. Igen. Jó. Jó, akkor javaslod ezt, hogy akkor érdemesebb a 8 gigáról egy routerrel hát, esetleg ezt igen, megoldani? Bár most úgy használja, van egy laptop vagy egy számítógép, és abban egy mobil stickkel van belugva. Igen, De más internetes forrás van? Bár úgy értem, hogy más eszköz, amin még esetleg akarja használni? Vagy csak a telefon? Nem, csak a telefon, mert mivel hogy idegesítőt, hogy állandóan felajánl neki frissítéseket, bár én mondtam, hogy nyugodtan próbálja meg a saját 500 megás netjéről, mert az, hogy egy-két frissítést egy héten egyszer. Az így van, tehát az nem olyan, nem eszik annyira sokat, viszont pont azon gondolkodom, hogy egyáltalán szükség van erre a routerre. Most nem akarom elrontani a karácsonyi ajándékozás örömét, de hogyha csak egy gépen netezik otthon anyukád, amiben egy mobil sticken van beledugva az internet, egyébként azt is meg lehet osztani. Tehát az nem feltétlenül kell router. Mert routernek akkor van értelme, ha több eszköz is csatlakozik rá. Most, hogyha alapból csak laptopról netezik, és úgyis azon internetezik, max a telefonról még hozzá akar kapcsolódni, akkor a laptopon is meg lehet osztani az internetet egyébként. Tehát ahhoz nem muszáj a router. Ja, és akkor az úgy működik tulajdonképpen, mint hát hogyha levitiznél. Hát úgy működik, mint egy router, igen. Tehát hogy gyakorlatilag ugye a Windows tud már ilyet, hogy internet kapcsolat megosztás, ezt már nagyon régóta tudja. Egyszerűen fogni kell, és meg kell osztani az internet kapcsolatot. És ugye gondolom én a laptopban van alapból wifi, tehát magyarul a mobil sticket wifi-n keresztül ilyen ad-hoc hálózatot létre kell hozni, és lehet csinálni a laptopból egy router gyakorlatilag, amihez hozzá lehet kapcsolódni a telefonnal. Meg tudnám én ezt neki csinálni? Hát szerintem meg, van ilyen internet kapcsolat megosztás. Tehát rá kell menni a kapcsolatra, és ott meg lehet, van olyan opció, hogy megosztás. Internet kapcsolat megosztás, és ki kell választani, hogy mivel akarod megosztani. Lehet kábelen, vagy lehet wifi-n. Megmondod, hogy akkor mondjuk a wifi-n keresztül létre kell hozni egy access pointot, tehát egy ad-hoc hálózatot valamilyen néven, ami után telefonba, mint egy wifi router látszódni fog, rá lehet csatlakozni, és lehet használni. Tehát akkor ott ugyanaz, mint ahogy az én telefonomon is van egy ilyen, hogy én meg tudnám osztani a saját netemet. Jó, akkor én ezt megpróbálom neki megcsinálni, mert azért ezek a mobilos routerek annyira nem olcsók. Nem olyan olcsók, ja. Bár teszem hozzá, van azért olcsó, tehát ilyen, vannak olcsóbb változatok is, ilyen kis mini nano routerek, mi is használunk ilyet, amiben ugyanúgy a mobil sticket kell egyébként beledugni, hiszen nem, de van olyan is persze, amiben SIM-kártyát lehet bedugni közvetlenül, de egyszerűbb, hogyha az ember vesz egy ilyen kicsit olcsóbb fajta, majd küldök neked itt egy típust, hogyha esetleg mégis emellett döntötök, és egyszerűen csak bele kell dugni a mobil sticket, és valóban meg tudja osztani az internetet, tényleg ez a legegyszerűbb, csak azért mondtam, ha nincs más eszköz, amit használna, akkor feleslegesnek tartom, hogy ezért az ember egy plusz eszközt vegyem. Akkor érdemesebb lenne magán a gépen megosztani a netet, és akkor igen. Úgy. Jó, azért ha megköszönöm, ha azt átküldöd, mert jó. Akkor az még lehet, elküldöm. Hogy akkor még a Jézuska mégiscsak... Nem emlékszem a típusára, de nekünk jó. Is van ilyen, majd megnézem adás után, mi a típusa, és akkor elküldöm neked Skype-on, jó? Nagyon köszönöm okay. A segítséget. Köszi, sziasztok, hello. No, közben Gábor is azt írja, hogy Xboxhoz mindenképpen kell a lemez az indításhoz, csak akkor nem, ha az Xbox Store-ból szeded le. Hát gyakorlatilag én is ezt mondtam, logikus, hogy kell a korong, mert akkor elég lenne, ha az ember megvenni a játékot, és mindenkinek kölcsön adná. A játék broadcastot engedélyezni kell a One menüjében, és kell hozzá a Twitch alkalmazás, oda lehet rá streamelni. Meg most már azt hiszem, hogy lehet a nem tudom, csak találgatok ugye, hogy mintha most ugye a YouTube-on is lehet már ilyen játék közvetítéseket csinálni, ez nem tudom, hogy Magyarországról elérhető-e már, mert azt tudom, hogy streamelni már lehet, de hogy kimondottan ezek a játék közvetítéses dolgok, ezek mennek-e már, és szerintem, ha mennek, akkor lehet, hogy már a YouTube közvetítés is elérhető egyébként rajta, nem? Meg kell nézni, nem? Az az igazság, hogy nincs tapasztalatunk Xbox One-nal, de lássuk, Gergőnek sincs, mert ő inkább PS-ezik, mint Xboxozna. Az Andrist kell megkérdezni, tényleg, mert neki van inkább Xboxos tapasztalata. Jó, de írsz egy e-mailt a GamerZone-ra, válaszolni fognak a srácok neked. Rendicsek, van még egy pár percünk, úgyhogy nyugodtan tessék hozzászólni. Nincs telefonunk, Steve? Nincsen? Na, nézzenek oda, mert a Facebookon is elfogytak közben a kérdések. Nem baj. Jó, a témát ezt bezárjuk. Akkor mondok én nektek egy
hírt, ugyanis ha már az előbb streamingről beszéltünk, ugye beszéltünk arról nemrégiben, hogy hamarosan lesznek olyan applikációk, amiket nem kell letölteni, hanem online lehet használni őket. Ugye? Tehát nem fogja a telefonunkon lévő tárhelyet, hogy úgy mondjam, pazarolni. Tehát gyakorlatilag a felhőből lehet futtatni az applikációt. Na most a Google már elkezd tesztelgetni, hát egyelőre az Egyesült Államokban logikus módon, és első körben képzeljétek el, hogy hirdetésekben futtatható applikációkat kezdett el tesztelni. Ez nagyon érdekes, ugyanis letöltés nélkül már a hirdetésekből is kipróbálhatóak lesznek az androidos alkalmazások, egyelőre ugye beta címke alatt futó funkció a Google szervereiről streamelve teszi elérhetővé az appokat, amelyeket a felhasználók egy percig tudnak jelen esetben nyomkodni, tehát tényleg csak kipróbálási céllal van. Az új eszközt ad a fejlesztők kezébe a Google androidos alkalmazásaik népszerűsítésére. A felhasználók hamarosan nem csak rövid animációkat nézhetnek végig a mobil hirdetésekben az adott szoftverről, de ki is próbálhatják azokat. Az egyelőre beta verzióban elérhető hirdetések az úgynevezett Trial Run Ads névre hallgatnak, végül is tök logikus, tehát kipróbálható, futtatható reklámok. Valahogy így lehet lefordítani. Azok felületén a felhasználó 60 másodpercen keresztül streamelve próbálhat ki egy adott alkalmazást, a módszerrel nem meglepő módon a Google elsősorban a játékokat célozza meg, tehát mondjuk egy játékot meg akarsz nézni, hogy azt egyetlen le akarod-e tölteni, akkor tudsz vele egy percet játszani, és hogyha tetszik, akkor letöltöd. Tehát nem csak képeket látsz róla, vagy ahogy bemész a Google Store-ba, és akkor tudsz egy-két screenshotot, vagy esetleg videót nézni róla, hanem tényleg ki is tudod próbálni az adott játékot. A kereső óriás reményei szerint a megoldással a jövőben nagyobb valószínűséggel telepítik majd olyanok az egyes játékokat, akiknek elnyerte a tetszését az adott tartalom, ezáltal pedig valóban aktívan használják majd a szoftvert. A cég felmérése szerint jelenleg a telepített appok mint egy negyedét hagyják porosodni a felhasználók, tehát felteszik a telefonjukra, nem is használják. Ez amellett, hogy a felhasználóknak lehetővé teszi az app gyors tesztelését, mielőtt letöltenék azt, a fejlesztőknek is jóval relevánsabb felhasználói bázist biztosít, mert ugye logikus módon tényleg csak azt fogja letölteni, akit érdekel. Vagy legalábbis nagy valószínűséggel. Az új hirdetések hátterében valószínűleg a vállalat néhány hete bejelentett app streaming technológiája áll, amely a Google keresési eredmények között felbukkanó appokat hivatalos telepítés nélkül használhatóvá tudja tenni, azáltal, hogy azokat a cég saját szerverein futtatja a telefonra vagy tabletre, voltaképpen csak egy videó streamet juttat el, akár csak az ismert játék streaming megoldások. Az alkalmazások ilyenkor az ilyen típusú streamelésre előre szintén beta változat, ja nem egyelőre, csak beta változatban érhetők el is az Egyesült Államokban. A fentieken túl egyébként további új HTML5-re épülő reklámtípust is bejelentett a Google, amelyet a hirdetők teljesen testre szabhatnak. A HTML5 segítségével a hirdetés készítői gyakorlatilag teljesen szabad kezet kapnak annak létrehozásában, nem kell különféle sabronokra hagyatkozniuk, továbbá dinamikusan húzhatják be a szükséges adatokat. Az Interactive Interstatal nevezetű ilyen néven futó hirdetések hosszabb távon sokszínűbb reklámokat hozhatnak, ráadásul ebből a formátumból nem csak a játékok, de bármilyen más területtel foglalkozó cég termékei is profitálhatnak, akár csak a fentiek. Ezek a reklámok is beta verzióban indulnak első körben. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi lesz hosszú távon ezekkel a beta tesztekkel, tehát hogy meddig lesz ez beta fázisban, és mikor kerülnek ezek az új funkciók élesbe is bele a rendszerbe, de a minden igaz, a jövő év második felétől már élesben is lehet ilyeneket használni. Szerintem jó ötlet, nem? Tehát, hogy megint ott tartunk, hogy most mindenféle alkalmazást, ha ki akarunk próbálni, akkor ne kelljen már föltelepíteni a telefonunkra. Ezáltal mondjuk biztonságosabb is, hogy nincs föltelepítve. Tehát mondjuk az olyan appok, amiket, mert hogy egy csomó appnak tök jó hangzó neve van, és akkor az ember letölti, kipróbálja, ezt rájön, hogy nem is jó, vagy mégse ez kellett neki, és akkor letörölgeti, legalábbis ezt szoktam csinálni. Így meg föl se kell telepíteni, online játszható, vagy hát gyakorlatilag streamelve kipróbálható a dolog, és ha tetszik, majd akkor letöltöm. Tehát
igazából ez tényleg biztonságos is, meg az ötlet abszolút rendben van. Jó, hát köszönöm szépen a figyelmet, eddig tartott a mai Restart, holnap folytatjuk. Nézzetek bennünket 7 órától újra. Hello, hello, sziasztok!